Német nemzetiségi viseletben járják a táncot a gyerekek az október 22-én megrendezett gyermekschwab-bálon. A Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola tradicionális ünnepségének, ahol az intézmény diákjai és családjaik vettek részt. Az iskolában hosszú múltra tekint vissza a német nemzetiségi oktatás és nevelés, valamint a hagyományápolás, aminek része az évenként megrendezett bál is. Ennek a gyermekschwab-bálnak az a jelentősége, hogy itt bemutathatják a gyerekek azokat a tradíciókat, azokat az értékeket, azokat a hagyományokat, amelyet az iskola tud a gyerekeknek nyújtani, és a szülők megtekinthetik, hogy milyen eredményességgel végeztük ezt a munkát. A szülők és a gyerekek schwab süteményeket sütöttek az alkalomra, amiket a márványteremben lehetett megnézni és megvásárolni. A sütivásár arról is szólt, hogy megmutassák, őrzik és ápolják a nemzetiségi hagyományt a családokon belül, épp úgy, mint az iskolában. Nem csak egy német nemzetiségi nyelv oktatásáról van szó, hanem a kultúráról, a hagyományápolásról, a tradíciónak a felelevenítéséről. A bálon az iskola kórusa és tánccsoportja mellett az ifjúsági fúvószenekar is fellépett, valamint népviseleti bemutatót és versenyt is rendeztek a hagyományokhoz híven.